Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános jóslás. Itt láthatóak az órák, az idő megy előre, vannak változások, vannak fontos döntések, és mi haladunk a sors utakon. És ez a jóslás pontosan erről szól, milyen változások vannak, lesznek az életutadon. A jóslást úgy hívom, hogy sorskerék. Megnézzük a sorskerekét, hogy milyen irányba pörög, milyen változások lesznek a közeljövőben. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem a sorskerék jóslást, ahol megnézzük, hogy konkrétan milyen változások lesznek nálad, vagy nála a következő hónapokban. A díjam az 4000 forint, ha védikus asztrológiával együtt kéred, ahol megnézem a horoszkópodban, hogy melyik élet területen lesznek nagyobb változások és mikor, akkor a díjam az 10 000 forint, a kivetés és ehhez asztrológia. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt az első képen látható egy szorgalmas férfi. Ez utalhat a párodra, utalhat a lelki társadra. Ügyes, szorgalmas, belefekteti az erejét, az idejét a munkába, de mégis van nála egy belső feszültség, mert úgy érzi, úgy gondolja, hogy ebből áll az élete. Dolgozni, 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 pénzt keresni, és a szabad időre nincs ideje. Persze az is lehet, hogy ő dönt így, és kevés időt szán rád, vagy rátok. De ebben a helyzetben ő sem érzi túl jól magát. És amit a kép még számomra jelent, hogy kevés a fizetés, kevés az elismerés. Sok a munka, sok az idő, amit a munkába fektet, és nincs meg az egyensúly. Itt a háttérben látható egy út, meg a természet, és erre lenne szüksége azt felfedezni, hogy a munkán kívül kell, hogy legyen szabadidő is. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt látható a hold. Jelentheti az anyukáját, meg anyai témákat is, de ebben az esetben, ennél a kivetésnél inkább az álmait jelenti. Az álmait, a vágyait, az elképzeléseit. És itt a saját érzelmeiről van szó, hiszen ott van a kezében az aranykehely, és odafigyel erre az aranykehelyre, és az jelenti az érzelmeket. Itt a kép jelenti az ő gondolatait, terveit vagy ötleteit, de nem tudja, hogy lehetne megvalósítani, mi történik akkor, ha egy lépést előre tesz, ott van a talaj a lába alatt, vagy elveszítés, lezuhan a mélybe. Például, hogyha fölmond, vagy kevesebbet dolgozik, mi van akkor? Lehet, hogy elveszíti a munkáját. Ettől fél. Ezektől a döntésektől fél. Holott megvannak a tervei, meg az álmai, és az álma az nem a munka, hanem az érzelmek, a kapcsolat veled együtt. És milyen változások várhatóak?
Itt látható az álmatlan éjszaka, töpreng valami felett. Az is lehet, hogy te töprengsz, hogy most mi van, jelentkezik, igen vagy sem, dolgozik, vagy lesz szabadidő, és közeledik hozzád, vajon kimutatja-e az érzelmeit? Nálad is megvannak az álmok, meg az elképzelések, de most azon töprengsz, hogy hogyan tovább, milyen döntést fog hozni. És itt ez a kártya jelenti a lehetőségeket, meg a döntéseket, de nem látni azt, hogy mi következik. Persze a kártya azt is jelenti, hogy befele kellene fordulni. Az itt is látható, kell a nyugalom, kell az alvás, kell egy kis szünet. Lehet, hogy az is jót tenne, ha a kapcsolatotok most egy kicsit szünetelne. A kártya azt is jelenti, hogy legyen egy elképzelés, ugyanúgy, ahogy az álom mutatja, meditálj e felett. Persze neki is jót tenne ez a nyugalom. És a háttérben ez a szent kép utal a megoldásra, hiszen itt van a szív. Ez nem csak a szerelmet jelenti, hanem egy más munkahelyet például, a hivatását, amikor szívvel, lélekkel csinálja a dolgait. De fél ezektől a döntésektől, és hogyan tovább, milyen irányba mozog a sors kereke, azt megnézzük itt felül. Itt tulajdonképpen a tolvaj jelenik meg, és nem túl kellemes, amikor a tolvajjal találkozunk, de a tárókártyáknál gyakran a tolvaj segít, mint ebben az esetben is, hiszen a tolvaj eltávolítja az álmatlan éjszakákat. A tolvaj eltávolítja ezt a belső bizonytalanságot. A tolvaj eltávolítja ezt a sok munkát, és segít abban, hogy meglegyen a nyugalom. De nem kell sokáig ez a szünet, hiszen azt sem tenne jót nektek, tehát a tolvaj ezt a szünetet is el tudja távolítani, és akkor megjelenik itt a nap. Megvilágít bizonyos dolgokat, segít itt a döntéseknél, melyik irányba a nap megvilágítja ezt. Az a fontos, hogy az irány, ez a döntés egy hangba legyen a holddal, az érzelmeiddel, az álmaiddal. Nem csak nálad van ez a helyzet, hanem nála is. De te is így látod a dolgokat. És amit a nap még jelent, a kisugárzást, a sikereket, a nap láthatóvá tesz bizonyos dolgokat, megvilágítja az életutat, vagy megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, az azt jelenti, hogy mások észrevesznek, megkapod az elismerést, és ő is akar látni téged. Találkozni akar veled, és itt látható a kezében ez a kehely, és utal az érzelmekre. Igaz, olyan, mint egy kisfiú, még olyan kis bizonytalan, de ennek ellenére kimutatja majd az érzelmeit. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!